Verse és prózamondó verseny 10. alkalommal gyűltek össze a diákok. Újabb tábla került az egyetem épületére, Szajkó Lászlóra emlékeznek. Age of Hope, tegyük szebbé a gyerekek karácsonyát. Köszöntöm Önöket, a Mosonmagyaróvári Városi Televízió híradóját látják. 10. alkalommal rendezték meg a szakképző iskolák Kárpát-medencei vers és prózamondó versenyét a hétvégén. A diákokat péntek délután az önkormányzat dísztermébe várták, ahol hivatalosan is megnyitották a rendezvényt. A polgármesteri hivatal dísztermében gyűltek össze a Kárpát-medencei szakképző iskolák diákjai és tanárai péntek délután, ahol hivatalos keretek között nyitották meg az immár 10. vers és prózamondó versenyt. Elsőként Árva István köszöntötte a jubileumi rendezvényen megjelenteket. Egy olyan versenyen vagyunk mi most itt jelen, amely a Kárpát-medencei népeket valamilyen módon egyesíteni képes. A versettől már hungarikummá is válik, és attól lesz nagyjá, mert egyedül talán a világon, Magyarországon lehet igazán szépen jó verset mondani. A polgármester hozzátette, minden verseny azért fontos, mert itt van lehetőségük az új tehetségek megszületésének. Biztos, hogy közületek is sokan kikerülnek majd olyanok, akik a verssel később más módon, akár professzionális módon is foglalkozni fognak, de ezt valahol el kell kezdeni. És hát hol máshol legjobb helyen, mint itt, Mosonmagyaróvár, ezen a helyszínen, aminek nagy szeretettel adott helyt Mosonmagyaróvár város. A Kárpát-medencei iskolák versenyét először 1998-ban szervezték meg, majd 2 évente volt lehetőségük a diákoknak bemutatkozniuk és saját korosztályukban összemérni tehetségüket. A rendezvényen minden alkalomból különböző témákban kellett szavalniuk vagy prózát mondaniuk a tanulóknak, így szerepelt már az államosítás, a reneszánsz kor, Illyés Gyula vagy éppen Kosztolányi Dezső a témák között. Idén az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évforduló tiszteletére az október 23-ai eseményekről emlékeztek meg a költészet segítségével a hétvégén. A versenyre a határon túlról is érkeztek diákok, és idén is képviseltették magukat a szlovák és az erdélyi iskolák. A verseny létrejöttét és a támogatást Kisné Német Éva köszönte meg a megnyitón. A verseny létrehozásával azt akartuk elérni, hogy a szakmát tanuló fiatalok is olvassanak, tanuljanak szép prózai műveket, és lélekemelő, lelket nemesítő verseket. Ezen célok megvalósításához kerestünk és találtunk társakat, támogatókat. Köszönjük segítségét városunk polgármesterének és önkormányzatának, akik a kezdetektől segítőink voltak. A verseny zsűriében Ficere Béla színész, Urai Péter rendező, koreográfus, valamint Havas Judit előadó művész foglaltak helyet. A hivatalos megnyitó rendezvényt a Levéli Általános Iskolások ünnepi műsora zárta. Újabb táblát avattak a Mosonmagyaróvári Egyetem B épületénél csütörtökön. A táblát dr. Szajkó László tiszteletére avatták fel az Óvári Tudományos Nap keretében. Az immár Széchenyi István Egyetem mezőgazdaság és élelmiszertudományi karának B épületénél gyűltek össze Szajkó László tiszteletére csütörtök délelőtt. A magyar állattenyésztés kiemelkedő alakjáról Kovácsné Gál Katalin emlékezett meg. Középiskolai tanulmányait Budapesten végezte, majd Mosonmagyaróváron 1946-ban szerezte meg az Agrártudományi Egyetemen a diplomáját. 1948-ban tanári képesítést szerzett. 1959-ben Gödöllőn summa cum laude doktorált, és 1967-ben nyújtotta be, majd védte meg kandidátusi értekezését. A Tudományos Akadémia doktora fokozatát 1990-ben szerezte. A beszédben elhangzott, Szajkó László oktatói és szakmai munkáját 1944-ben kezdte meg Magyaróváron, Bajtner professzor tanszékén, először mint demonstrátor, majd mint kutatómérnök. Az oklevél megszerzése után 1946-tól kísérleteket folytatott az akkor még kevésbé tisztázott keltetés alatti tojássúly csökkenés és a gép páratartalom és hőfoka közötti korrelációk tisztázására. Szajkó László dolgozott az Országos Termelési Bizottság Magyaróvári kirendeltségében, a Földművelésügyi Minisztérium szakoktatási főigazgatóságán, majd 1952-ben a Magyaróvári Mezőgazdasági Technikumhoz helyezték át.
Kovásné Gál Katalin hozzátette, a mai állattenyésztéstani tanszék megszervezését 1952-től kezdte meg. Olyan szertárat és laboratóriumot épített ki, amelyet az anatómia, az állattenyésztés és takarmányozástan oktatása terén dolgozó tanároknak országosan is bemutattak. Szajkó László 1954-től, az Agrártudományi Főiskola újraműködésétől kezdve, mint egyetemi docens, illetve egyetemi tanár Magyaróváron az állattenyésztési tanszéket 1987-ig vezette. Munkásságát több száz tudományos és ismeretterjesztő cikk, egyetemi jegyzet, tankönyv, szakkönyvfilm jelzi. Két szabadalmát el is ismerték. A magyar állattenyésztés kiemelkedő alakja és professzora, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, 1953-ban az állattenyésztési tanszék alapítója és vezetője, emlékére állították az 1970-ben végzett gazdászok, tisztelői, az Óvári Gazdászok Szövetsége és az Óvári Kar. Az ünnepi megemlékezést követően az egyetem vezetősége, az Óvári Gazdászok Szövetsége, valamint Szajkó László tisztelői helyezték el koszorúikat az emléktáblánál. A Moson-Magyaróvári Kézilabdaklub idén is próbálja felhívni a figyelmet a jótékonykodásra, főként karácsonyt megelőzően. Ez alkalommal az Age of Hope alapítvány adománygyűjtő kampányához csatlakozott. A Moson-Magyaróvári Kézilabdaklub fontos alapelvként tűzte ki maga elé évekkel ezelőtt, hogy a sport és a csapat népszerűségét kihasználva minél több helyen megmutassa a kézilabdás család erejét. A klub rendszeresen igyekszik segíteni a város különböző szervezetein és nemes célok mellé állni. Ezeken a képeken épp a Naposház lakóival közös sportnapon mozogtak és mókáztak egy jót az MKC-s hölgyek. 19-esben Márti Fuzsina! Karácsony idején még inkább nagy hangsúlyt kap a jótékonykodás. Az MKC ebben az esztendőben a Békés Csaba elleni utolsó hazai bajnokián mozgatná meg a szurkolóit és a kézilabdát szerető közönséget. Idén most az Age of Hope alapítvány 1000 gyerek karácsonyi adománygyűjtő akciójához csatlakozik a klubunk. Gyakorlatilag már az elmúlt években több intézményt és Moson-Magyaróvári szervezetet sikerült már adományainkkal támogatnunk, egészen a bölcsisektől kezdve, a bentlakásos idősek otthonán át, a naposház fogyatékkal élők intézményén keresztül. Az idei akcióban a szegény családoknak és a hátrányos helyzetű gyermekeknek nyújtanak támogatást és segítséget a kézilabdás hölgyek és a mindig lelkes drukkereik. Azt szeretnénk kérni a szurkolóktól, hogy egy cipős doboznyi ajándékot hozzanak a gyermekeknek, hogy oda tudjuk nekik karácsonykor adni. A felhívás a Facebook oldalunkon és a honlapunkon is megtalálható pontosan, hogy milyen ajándékokkal lehet megtölteni ezt a kis cipős dobozt. Itt lehet beletenni bármi, amiről azt gondolják, hogy a gyerekek szívesen bontogatnák ki a karácsonyfa alatt. Játékok, ruhák, vitaminok, édességek, könyvek, bármi, amit azt gondolják, hogy tényleg a gyerekek számára ajándék lehet. Azt szeretnénk még kérni, hogy a dobozra írják rá, hogy kisfiúnak vagy kislánynak szánják a csomagot, illetve a korosztályt is, hogy hány éves gyermeknek gondolták az ajándékokat, és így fogjuk gyűjteni a mérkőzés előtt ezeket a kis cipős doboznyi szeretett csomagokat. Az ajándékok mellett olyan hasznos eszközöket, tárgyakat, tartós élelmiszert is várnak, amellyel nem csak a gyermekeknek, hanem családjaiknak is örömet okozhatnak. Ismét várják a nyugdíjas egyetem hallgatóit a Széchenyi István Egyetem mezőgazdaság és élelmiszertudományi karának biotechnológiai oktató és bemutató központjába. A harmadik előadást november 17-én csütörtökön 16 órakor tartják. Az előadást dr. Bodnár Mária szakcsoportvezető főorvos, belgyógyász, hematológus, klinikai onkológus, szakorvos, egészségügyi közgazdász és menedzser tartja, időskori belgyógyászati betegségek és a hospice ház működése témakörben. Szombat este 5. alkalommal rendezte meg Moson-Magyaróváron a Magyar Muay Thai Országos Szakági Szövetség és a Vigo SE a hagyományos küzdősport gáláját. A hatalmas érdeklődés mellett 15 összecsapást tartottak a K1 és a Muay Thai box szabályai szerint.
Az eseményen 6 mosonmagyaróvára is ringbe lépett, és mindnyájan győzelmet arattak. Az est főmérkőzése magas színvonalat és óriási csatát hozott Meszlényi Gábor és Lénárt Krisztián között. A csúcsmérkőzést végül Meszlényi Gábor, a mosonmagyaróvári Vigó SE vezetője nyerte technikai KO-val. Röviden a szerdai időjárásról. Holnap erősen megnövekszik a felhőzet, szerdán már csapadékra is kell számítanunk, amely már havas eső is lehet. A szél megélénkül, napközben maximum 5 fokot mérhetünk. Kedves nézőink, most az Abbaúj Televízió Életmód című műsora következik. Műsorújságunkat megtalálják honlapunkon, híreinket visszanézhetik Facebook oldalunkon, és televíziónkat követhetik az Instagramon is. Friss hírekkel legközelebb szerda este 19 órakor várjuk Önöket. Viszontlátásra!